Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Itt van velünk Bot Péter Ákos, egyetemi tanár, gazdasági szakember, és a Corvinus Egyetemről, és természetesen Szakonyi Péter, a napi.hu főmunkatársa is. Professzor úr, euró bevezetése aktuális-e most, hisz a V4-ekbe van már, akinek van, és akinek nincs, az nagyon szeretné. Mi nagyon szeretnénk, vagy még nem biztos, hogy szeretnénk. Hát attól függ, ugye, hogy ki adja a választ. Miniszterelnök nem nagyon szeretné, az látszik. Korábban egyébként, még az első Orbán kormány idején a korai euróbevezetés volt a politika. Egy lehetetlenül korai dátumot néztek ki. Utána történtek dolgok, történtek az euróval is, de történtek főleg a politikában, és azért érdekes az ügy, mert az euró pénz, de hát szimbólum is van benne, nagyon sok politikum. Úgyhogy nem lehet egyszerűen csak közgazdasági érvek alapján eldönteni ezt a vitát, mert mindenhol politikai döntés születik. Amikor például a dánok föltették népszavazást, és a nép leszavazta, akkor onnantól kezdve Dánia kicsi ország, nyitott ország, kellene nekik az euró, de hát nincs. Megengedhetik maguknak. Svédeknél ugyanaz a helyzet, hogy a népszerűtlen a dolog, nem forszírozzák. Na most a új tagállamoknak muszáj belépniük, tehát amiről szó van, az egy olyan feladat, amit el kell előbb-utóbb végezni, de hát lehet látni, hogy el lehet húzni egy feladatot. Akkor az angolok miért tudták kibrisztolni maguknak, hogy ők ne? Ők abstart nem voltak benne. Tehát ők, amikor mert a 9... annyira büszkék a saját pénzükre, vagy annyira biztosak, vagy ez egy... Ők, amikor a klub megalakult, akkor ezt is, meg a szociális kartát egy kimaradási opcióval írták alá. Éppen senki más nem kapta meg utána. Tehát ezek után levonták a következtetést a bentlevők, hogyha... Hogy a játék szabályokban... Hogy akkor igen, ez... igen. Na most azért Anglia a maga ugye 70 milliós piacával, kicsit nyugaton van, nincs annyira integrálva az európai gazdaságba. És itt a fő fogalom az integráltság. Ez idegen szó, de a nézők értik, mert lehetne mást mondani, hogy a ciklusok együtt mozognak, hogy az erőforrások áramlanak, hogy bizonyos Maastrichti kritériumoknak megfelel egy ország. De az alapkérdés az, hogy integrálva van-e. Az angol-brit gazdaság kevésbé volt integrálva, tehát ott lehet érvelni amellett, hogy ők kimaradnak. De hát ők kimaradnak az Európai Unióból, tehát a dolog ilyen értelemben most már először. És a görögök akkor mennyire vannak integrálva? Hát? A görög, na most ugye a görögök, az írek, ott ahol gond volt, azok nem voltak annyira integrálva, és akkor a kérdés az, hogy lesznek-e, abban az irányba halad-e a világ, vagy pedig tartósan mások lesznek. Ha tartósan mások lesznek, akkor használhatnak tartósan más pénzt. Tehát ha nincs sok turista nálunk, akkor mi hajthatunk balra, míg mások jobbra hajtanak. Hát az angolok történetesen másik irányba hajtanak. Pintbe mérik a sört, és nem literbe. Ha azonban azt gondoljuk, hogy integráltak vagyunk, és integráltabbak leszünk, akkor már csak idő megválasztása az, hogy benne kell lenni. A V4-et említette. Igen. Lengyelország eléggé egyértelműen euróellenes, legalábbis a gyors bevezetés ellenes. Viszont nagyon érdekes, hogy a Szlovákia már az eurozóna tagja. Itt van Csehország. Éppen egy tegnapi hír, hogy a csehek ilyen megfigyelői státuszt kértek. Ez azt mutatja, hogy legalábbis két arcú. A cseh kormány egyik oldalról azt mondja, hogy nem kell, ez még majd valamikor, másik oldalról meg látványosan mutatja azt, hogy azért mégis érdekelné. Ennek van valami praktikus oka most? Szerintem mindegyik ország benne van az eurózónában gazdaságilag. Tehát, hogyha egy lengyel vállalat hitelt vesz fel, akkor dönthet úgy, és miért ne döntene úgy, hogy ezt euróba veszi föl. Ha szerződés köt a beszállítója, aki egyébként szlovákiai cég, vagy német cég, vagy belarusz, vagy valami. Euróba tesz, és nem zlotiban, mert a zloti az ugye egy volatilis valuta. Vagy dollárba, euróba, vagy dollárba. Vagy dollárban is köthetné, de tipikusan ezek euró. Tehát lényegében... És a magyar gazdaság is, ha valaki ki akar venni egy
üzlethelyiséget, akkor euróba kötő a szerződést. Tehát a gazdaságok euróizálva vannak, az állam nem. Na most az állam is egyébként, a magyar állam külföldről támogatott szervezet, ugye ezt jól tudjuk, nem tudom, így kell mondani. Nagyon gyengén van támogatva, igazából nagyon-nagyon gyengén az EU által. 4-5 milliárd a nettó beáramlása, tehát mi is részese vagyunk a struktúrának, csak nem vagyunk képvisel. Most ugye ez a cseh mondás, ez az érdekes, mert azt mondja a cseh pénzügyminiszter, hogy ő szeretne ott lenni abban a körben, ahol döntést hoznak megfigyelőként. Na most, ha valaki nem lép be a klubba, akkor nincsen ott abban a körben. És bocsánat, Magyarország ezt nem kérte, ezt a nem státuszt? Kérte. Magyarország sok mindent miért nem kérte. Hezitálunk mi? Mennyire befolyásolná ez a mi átláthatóságunkat, mennyire avatkozna be az EU adminisztráció a pénzügyminisztériumba, vagy a Nemzeti Bankba, vagy egyáltalán? Van 15 ember, akinek ez rossz. Kik ők? Hát például a monetáris tanács tagjai, akik ott ülnek és pénzt kapnak jelentős és összeget. És akkor ők fölöslegesé válnak. Mert ha nincsen nemzeti valuta, akkor nincsen forintáról. Akkor nem is kell tovább menni, mert az érdek. Akkor ott kell ülni Frankfurtban, jó angolsággal és érvelősi készséggel. És mert... ön feltételezi, hogy ez a 15 ember nem képes arra, hogy Frankfurtba üljön? És azt mondom, hogy van most kb. 10-15 ember, akinek ez nagyon rossz. Az ország nagy többség a nézőknek szerintem jó. Persze, mint minden változás, ezért az hozzá kell szokni. Akinek persze eurószámlája van, az már hozzászokott. Aki idős néni, annak az új áraknak megtanulása. Ő még pengőbe számol. Kellemetlen. De még az is elképzelhető, hogy régi frankba számolnak, ugye a franciák, annak, amit szokták mondani. Tehát minden átállásnak vannak zökkenői, de ha engem kérdez valaki, és most ez a végére ugrok a sornak, az, hogy Szlovákiának eurója van, hogy Szlovéniának eurója van, hogy románok az első lehetséges alkalommal belépnek, vagy a horvátok nyilvánvalóan belépnek, kicsi országok, az észtek lettek litvánok, tehát ez magától értetődik. Mit hozna ez a nemzetgazdaságunknak? És ezért a magyar nemzetgazdaságnak is egy kicsi, ez ilyen értelemben kicsike ország. Nem annyira kicsi, mert vannak benne szegény részek, gazdag részek, nem egyszerű ország Magyarország, de pénzügyi súlyát tekintve csekély, tehát benne kellene lenni logikai alapon, amint teljesíti a feltételeket. De miután ezt mi megbeszélhetjük, azonban nem mi döntünk, a döntéshozói körnek némileg más a nézete, egyszerűen azért, mert nagyobb szabadságfokot érez magában, hogyha még módon... Ez a lényeg, professzor úr, gondolom, könnyebb az ő életük. Na de a monetáris banknak, vagy a miniszterelnöknek, vagy a minisztereknek, vagy a költségvetésnek, vagy kinek? A miniszterelnöknek azt gondolja ő, hogy könnyebb az élete, hogy van még egy eszköze, mert van a költségvetés, az a pénzügyminiszter, és tud játszani a forinttal. Na most, ha valaki nézi az árfolyamokat, és nyilván a nézőink nézik, azt látják, hogy hál' Istennek viszonylag stabil a forint-euró árfolyam. De most nagyon erős a forint. Hát, viszonylag erős a forint. 3-4 százalékot. Szerintem gyenge, de hát a korábbihoz képest. Ha bevezetnénk az eurót, hozna ez több forgalmat az országnak? Mindenképpen a makrogazdasági előnyök azok nagyon nagy arányban, és ezt azt is elismeri, aki végignéz a számokat, az euró mellett szól, mert igen, természetesen. Olcsóbbá válik a finanszírozás, az államfinanszírozása, és ezen keresztül a magyar bankrendszer finanszírozása csökkenti a kockázatokat, nem szünteti meg a kockázatokat, láss Görögország, tehát még az eurozónában is el lehet valamit szúrni, de tovább tart, még elszúrják, és hamarabb jön a segítség. Tehát most tudom, erre nincsen sok idő, de hát inkább higgyék el nekem, hogy végig van gondolva, ennek nagyon nagy irodalma van, nagyon nagy viták zajlottak, például a magyar közgazdasági közösségen belül is, és a többség azt mondja, hogy igen, benn kellene lenni, de mi tudjuk, hogy ez egy politikai projekt, és ezért nem vagyunk annyira optimisták. De mi lenne az... Nyilvánvalóan több fázisa van a csatlakozásnak, tehát ez nem egy olyan, hogy elhatározzuk, és január 1-től ott is vagyunk. De az ön megítélése szerint mi lenne az a legkorábbi dátum? Hiszen azért ehhez bizonyos kritériumokat kell teljesíteni, amik közül például az államadóság az mindig magas, sőt azzal, hogy az Exim Bankot most adósságát be kell tenni az államadóságba, így megint körülbelül olyan szinten van,
mint a 2010-es kormányváltás idején. Hál' Istennek ez az a kritérium, a teszt, ami más ország sem megy át könnyen, például Belgium se, tehát itt lehet kérni könnyítést, meg kell ígérni, hogy olyan nagy, de csökkenni fog. És egyébként hát majd az aránya, nem az államadóság, mert az úgy ketyeg tovább, de a gazdasági növekedés, ez mérjük, akkor az relatív csökkenet. Tehát meg kell ígérni a dolgokat, a másik kettőt-hármat teljesítjük. Hát, bocsánat, ígérni tudunk, elnézést, hogy ilyen... Na most hát a görögök is tudtak. Igen, a görögök is tudtak, és ebből vagyunk. Azért természetesen levont következtetést a pénzügyi irányító kör, tehát ez a német központú, a német orientációjú kör, amelyik ugye Németország feláldozta a kiváló valutáját, és ezért nekik óriási a tét, tehát nekik ez valóban ez egy óriási projekt. Na, szóval, de van egy szempont valóban, ezt Péter kiválóan tudja, hogy be kell lépni abba az euróövezetbe, amelyikben még a nemzeti valuta van, tehát még nem tagról van szó, amelyikbe bevívén azt kell vállalni, hogy 24 hónapig nem lóg ki nagyon az árfolyam, mint a magyar árfolyam nem nagyon lóg ki, se fölfele, se lefele, inkább erősödget. Ezért leértékelni nem kell, nem is lehet, mert lebegő valutánk van. Ez egy olyan két éves várószoba, amely alatt először is látszik, hogy az ország komolyan veszi a dolgokat. Azon kívül az árfolyam mozgásból ki lehet olvasni, hogy melyik az az árfolyam, ami mellett végleg megszűnhet a valuta. Mert egy technikai dolog a levegőben van, hogy milyen árfolyam mellett szűnik meg, ha megszűnik. És utána a nyugdíjunkat, a gázszámlát, stb. Át kell erre konvertálni. Tehát ez egy nagyon fontos egyszerű döntés. Sokba kerülne ez az államnak, ez az átkonvertálás? Nem. Ez hát be van járatban, hogy a 19-en benne vannak, tehát láttuk, hogy az észtek megcsinálták Litván, Szlovákia, ez egy megoldható feladat, és ezért könnyebben megoldható, mint egy vízi VB vagy valami, és fillérekbe se kerül ahhoz képest. Egy rövid kérdésre maradt még időnk. Mit lát ön a németországi választások után? Vajon a kancler nyomást fog-e gyakorolni, illetve Németország Magyarországra? Igen. Elkezd működni az majd az európai politika. Ugye most van azért, volt egy-két zökkenő, meg volt egy-két választás mindkét értelemben, tehát a francia választás és irányválasztás, hogyha német politikai választások úgy zajlanak le, hogy mi most gondoljuk és ahogy látszik, akkor nyilván le kell zárni ezt a 2009 utáni egy évtizedes ilyen zötyögést, és újraindulnak a dolgok. A britek kilépése azért megkönnyítette, és sajnálom a dolgot, de megkönnyítette azt, hogy homogenizálódjon, hogy egységesülődjön Európa, és akkor szerintem tisztább szabályok lesznek, amiket közölni fognak az érintettekkel. Hogy mit reagálnak erre, az már a helyi politika. Macron V4-es tárgyalásain, hisz hamarosan leül a V4-ekkel, elképzelhető, hogy ez is egy központi téma lesz? Hát minden esetre a V4-ek most már 2+2-vé kezdenek alakulni, és ezt a folyamatot felgyorsíthatja, és akkor mi úgy tudunk V4-essé válni, ha belépünk az eurozónába, üzenem. És az is V4, hogyha a magyarok, és egyébként a lengyel társadalom inkább mellette van, a lengyel kormány kevésbé van mellette, hát látunk ilyet itthon is, hogy a társadalom értékrendje és vágyakozása az erősen eltér attól, amit a politikum akar. Bot Péter Ákos professzornak köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, legközelebb itt folytatjuk, és tudják a nézők, 5777 éves múltunk a biztosíték arra, hogy még az időjárástól is függetlenek vagyunk, ennek ellenére híradó az híradó, itt az ideje a híradónak, akkor nézzék független, de megbízható híradónkat. Utána jövünk vissza. Köszönöm. Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége